2002-ben minden egyetemi hallgatót a személyazonossági igazolvány szerinti lakhelyén számoltak össze, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szülők diktálták be őket. Az új módszertan szerint, ami alapján ugye a 2011-ben meg fog történni a népesség regisztrációja, az egyetemi hallgatókat azonatkon az egyetemi városokban fogják összeírni, ahol egyetemi tanulmányaikat folytatják. Érdekessége a dolognak az, hogy őket mindenféleképpen össze fogják írni ezekbe a városokba, akkor is, ha keresik a számláló biztosokat, és akkor is, ha nem keresik a számláló biztosokat, hiszen a népszámlálás módszertana lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a népszámlálási biztos nem talál otthon valakit, akkor róla a szomszéd, a tömbház felelős, a lakóbizottság elnöke, vagy a kollégium adminisztrátora szolgáltasson adatokat. Így ezen adatok alapján töltik ki a népszámlálási íveket, de van egy nagyon lényeges különbség, és ez abban áll, hogy a nemzetiségről, anyanyelvről és felekezeti hovatartozásról mindenki csak saját maga nyilatkozhat. Tehát amennyiben az illető személy hiányában történik az adatfelvétel, a szomszéd, a bentlakás adminisztrátor adatai alapján, akkor az illető egyetemi hallgatónak nem lesz kinyilvánított nemzetisége, anyanyelve és felekezeti hovatartozása. Abban az esetben sem, hogyha otthon a szülők továbbra is bediktálják. A visszajelzések azt mutatják, hogy diákok 80-90%-a úgy gondolja, hogy az édesanyja, édesapja állandó lakóhelyén otthon megadja az adatait, és ezzel ő a kérdést letudta. Most ez azért nem igaz, mivel, mint említettem, őt mindenféleképpen meg fogják számolni az egyetemi központba. Ha a szülők is bediktálják, akkor az ő nevével, az ő személyi számával két űrlap lesz. Az országos összesítés kapcsán kibukik az, hogyha két azonos űrlap van, az egyiket meg kell semmisíteni. Mivel az egyetemi hallgatókat az egyetemi központban kell összeírni, a szülők által bediktált adatlapot fogják megsemmisíteni, holott az tartalmaz nemzetiséget, míg az az űrlap, amit az egyetemi hallgató közreműködése nélkül állítanak ki, nem tartalmaz ilyet. Ezért szoktuk azt mondani, hogy amennyiben egy egyetemi hallgató tanulmányi városában nem találkozik a kérdező biztossal, és személyesen nem adja meg az adatait, akkor neki nem lesz kinyilvánított nemzetisége, anyanyelve és felekezeti hovatartozása.